Nem tudni, mi lesz az idei salakmotoros idénnyel. Áprilisban már rajtolt volna a szezon, de a koronavírus járvány miatt az első debreceni verseny elmarad. Május 1-én már a Nagyhalász Speedway Ring lett volna a házigazda, de ezt a futamot is biztosan más időpontban tartják. Szeptemberben a szabolcsi településen U21-es EB döntőt rendeznének. Mindenki abban bízik, addigra normalizálódik a helyzet. Lejárt a licencünk, a 3 éves finn Európos licenc, illetve a nemzeti is. És éppen ott voltunk, amikor kérjük az inspekciók, az inspektorokat, bejöttek a krak, és onnantól kezdve állunk. És semmilyen olyan akár edzés, vagy csoportosulás, vagy még, sőt, hát még ezeket a tréningek kívül, itt lett volna 27-én nálam a szakági tanácsülés, még az is elmaradt. A pálya átesett a szokásos tavaszi karbantartáson, és teljesen készen áll a hitelesítésre. Az elmúlt években sok fejlesztés valósult meg, ezért abban bíznak, hogy ősszel sikerül versenyeket rendezni. Nem csak a nemzeti, a nemzetközi versenyekkel is óriási probléma van, mert lett volna most április 11-én is egy európai felnőtt kvalifikáció Debrecenbe, tehát minden áll. Reméljük, hogy a szeptember 11-ét, hogy fogjuk-e tudni tartani, vagy fogja-e tudni a Finn Team Europe ezeket a versenyt vagy versenyeket megrendezni, nem tudni. Ők is óriási dilemmában vannak. Le vannak zárva a határok, nem tudunk ki sem menni, ők se tudnak jönni. Mert a kommunikáció rendben van, hogy telefonon működik, de még ők is óriási, tehát benne vannak ebben a vírus helyzetben, és határok le vannak zárva, tehát se jönni, mi meg menni nem tudunk, úgyhogy reméljük, hogy a szeptember 11-i verseny meg lesz rendezve. Az idő engedi, meg ez a vírus helyzet, ha engedi. Egyelőre a versenyzők nem ülhetnek motorra, csak erősítő edzéseket végezhetnek. A napokban a háromszoros világbajnok Niki Pedersen koronavírus tesztje is pozitív lett, a sportoló azonban jelezte, hogy jól érzi magát.